szépen. Még hogyha nyilvánosítást megkezdenénk, a fotóriporter is, és újságíró, tehát megkérdezem, hogy hozzájárul-e ahhoz, és büntetetek előre kitervezett a nyereségvállaló különösképzettsége, több emberen elkövetett, hogy az elsőfokú bíróság határozatát. Igen. Megkapta, rendben van. Hol és mikor szolgáltatásban töltött teljes időtartam beszámításáról? Ezen túl mennyiben elrendelte, 198 ezer forint összegre vagyonelkobzást rendelt el, és végül ő kötelez a feltételes szabadságrabocsátás lehetőségének a kiszolgálmazta meg, hogy az ítélet nagysága, indoklása és minden ellen, ami ellen lehet ellenezést fenntartotta, az ezzel ellentétes irányú ellenezést nem ítélte alaposan. És hogy a különös kegyetlenséggel való elkövetési minősítő körülmény megállapíthatósága kapcsán az abban, hogy mindkét sértessérelmére megvalósított örökölési cselekmény. Megkételekor befolyásolták őt az ügyben eljáró nyomozókat, ennek hatására tett beismerő vallomást. A beismerő vallomás megtételéhez kötötték azt, hogy találkozhat-e az édesanyjával. Vallomásban milyen eszközöket, például gumikesztyűt, hipót és különböző vegyszereket a bíróság megjelölte, hogy az eljárás során lefoglalt, majd elkobzással érintett háztartási eszközök közül két darab konyhakésen a vádlott használatában álló olyón, egyébként a konyhakések is a megállapíthatóan kizárólagosan a vádlott használatában voltak. A elvetetlenül annak a helyzetén, hiszen bejáratos volt a sértett, ez tudta, hogy a sértett rendelkezik nyugdíja, illetve arról is tudomással ért, hogy a Németországban tartósan közösségben megállapított emberi szintet vonatkozásában. Az egyik nagyon elemi cselekménye kapcsán a bíróság vélemények szerint is helyes megállapításra jutott. Megalapozottan a bíróság ítélete, ugyanis az általa megállapított tényállás vélemények szerint részben hiányos, részben ellentétes és a hivatott tartalmával, de legnagyobb részben az EJAG bíróság a rendelkezésre álló objektív adatokból helytelen következtetésekre jutott, nyilván nem is így követi. A bíróság megállapította, hogy a bíróság ezzel ellentétes megállapítása. A szóbíróság azzal zártak ennek a személynek a közreállítását,